Jó napot kívánok, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartanak. Török Dani kollégámmal az Új Buda újság idei első számát szemlézzük önöknek. A címlapján egy nagyon szomorú, tragikus hír van, mint nyilván értesültek róla. Az év elején egy fiatal újbudai rendőrt gyilkoltak meg. Balman Péterre emlékezünk az Új Budai újság első számának címlapján. Így van, egy nagyon régóta nem fordult elő ilyen eset, nagyon megrázta a rendőrséget is és az egész országot. Szerencsére nálunk a rendőrgyilkosság az egy nagyon ritka dolog, és most azt ígérik, hogy megpróbálnak minden intézkedést meghozni annak érdekében, hogy nagyobb biztonságban legyenek a rendőreink. Ami a hétköznapi dolgokat illeti, és erről Dani többet tudsz, változnak a vérvétel szabályai, lehetőségei, már ha orvoshoz kell menni, így értem, egyszerűbb lesz, és bizonyos esetekben ingyen lehet oltáshoz, fontos oltásokhoz jutni Újbudán az önkormányzat segítségével. Így is van. Most az ősszel egy 3 hónapos próbaüzemet tartottak, abból a szempontból, hogy az önkormányzat támogatta erre az időre a házi orvosi praxisoknak az ott történő vérvételt, tehát nem kell elmenni messzire, sokaknak ugye messze van a szakrendelő a Fehérvári úton, nem kell annyit sorban állni, hanem nagyon gyorsan időpontra oda lehet menni vérvételre. Egyébként eddig is biztosított volt ez a lehetőség sok praxisnál, viszont hát ennek vannak költségei, és azt reméli az önkormányzat, hogy egyre több házi orvos fog élni azzal a lehetőséggel, hogy szerződést köt az önkormányzattal, finanszírozzák számukra ennek a költségét, és akkor ez így flottul mehet. Mindenki örül, mert a Szent Kristóf szakrendelő is tehermentesül, a betegek meg sokkal hamarabb esnek át ezen a kis kellemetlenségen. Egyébként oltásokat is lehet ingyenesen igénybe venni, ennek pedig az a módja, egyébként gyerekek és idősek esetében, idősek tüdőgyulladás ellenit, gyerekeknél rotavírus, kullancs elleni agyvelőgyulladás, meningokokus B elleni oltásról van szó. Az a folyamata a dolognak, hogy először meg kell vásárolniuk, tehát ki kell váltaniuk a patikában ezt az oltást, az orvos beadja, ad egy igazolást, és utána az önkormányzatnál kell jelentkezni ezzel az igazolással, hogy végül az önkormányzat megtérítse utólag ezt a díjat. A pontos részletek tehát itt az Új Buda újság 3. oldalán elolvashatóak. És hát vannak ilyen kultikus órák, kultikus terekkel, lehet, hogy ilyen lesz a Kelenföldi Városközpontnál a Tétényi út és az Etelet találkozásánál lévő új óra, amit felállítottak. 10-kor az óra alatt, és akkor ezt mindenki érteni fogja, hogy... Így van, a gombánál. Az adventi időszakban egy nagyon sikeres programot bonyolított le az önkormányzat, a Média 11 Kft., és ennek egyik részeként több száz gyermek kapott karácsonyi ajándékot. Úgy van, erről is utólag beszámolunk, nagycsaládosok, 3-nál több gyereket nevelők kaptak ajándékcsomagot, és a Fogadj Örökbe egy ajándékot akció keretében is nagyon-nagyon sok ajándékot osztottak ki, amit egyébként nem is az önkormányzatnak kellett megvenni, hanem ilyen sok lelkes állampolgár van itt nálunk, akik örökbe fogadták az ajándékot, megvásárolták, és anonim módon odaadták, aki szerette volna. Adni öröm, szokták mondani. Egy kitűnő színésszel, Znamenák Istvánnal szerepel egy interjú az újságban. Őt sokan ismerhetik, emlékezhetnek rá, a Megáll az idő című filmből, ahol Köves Dinit játsza, de hát azóta is sok kitűnő szerepben láthattuk, és nagyszerű darabokat rendezett. Most többek között a Szkénében és az Örkényben lehet látni őt. Arról beszél, hogy kell-e a bátorság a színház csináláshoz, szabad-e őszintén beszélni akkor, amikor a hatalom nem mindig lelkes azért, hogy az emberek elmondják azt, ami valóban a szívüket nyomja. A címe azért sokat elmond, gyávának lenni semmi értelme. Aztán egy cikk itt az 5. oldalon arról szól, hogy a sportélet, szerencsére itt jó hírek is vannak, válságállónak bizonyul, hiszen tavaly és idén is előreláthatólag nem kellett és nem kell bezárni sportlétesítményeket, úszodákat, ami azért elég nagy dolog. Az önkormányzat plusz forrásokkal támogatta a kerületi sportcéget, és hát ezáltal a létesítményeket, az úszodákat is. De ehhez hozzájön az, hogy nagyon sok takarékossági intézkedést vezettek be. Nem csak, hogy nem zárnak be ezek a létesítmények, hanem ebben az évben még lehetőség lesz energiahatékonysági beruházásokra is.
napelemek kerülnek a Nyéki Imre uszoda és a Gabányi sportcsarnok tetejére. Ami egészen érdekes, hogy egy kutat fognak fúrni a Nyéki Imre uszoda alá, hiszen a felmérések szerint 1200 méter mélyen hőforrás, melegvízi forrás található, és ezt a lehetőséget már a BVSC uszoda meg is valósította, tehát van már egy ilyen pozitív projekt, amit le lehet követni, hiszen ez a forró víz, ez nem csak az uszodák vizét melegíti, hanem a radiátorokat is fűteni tudja. Gyakorlatilag nullás gázszámlával üzemeltethető így egy uszoda. Úgyhogy ha ez megvalósul, akkor az egy hatalmas eredmény lesz. Te vegeltél te már a Zenta utcában, vagy a Bertalan Lajos utcában? Nem, pedig azon a környéken laktam, és elég kevés teve volt. Kevés teve volt? Akkor te nagyon fiatal vagy, ugyanis a 100-valahány, 120-130 évvel korábban születsz, akkor biztos, hogy szembe jött volna neked tevegelő csapat. Ugyanis a millennium idején itt egy hatalmas vigalmi negyedet, ma azt mondanánk buli negyedet építettek fel pár hónap alatt. Aranyszarvöbölnek nevezték el azt a területet, ami a mai Rákóczi híd, Budai hídfője és a Műegyetem, ahol ma a Műegyetem már rész volt, és onnan fölfelé egészen a Bertalan Lajos utcáig egy úgynevezett kis Konstantin Nápolyt építettek számtalan kávézóval, kocsmával, zenedével, mindenféle jó helyekkel. Többek között tevegelni is lehetett, hogy az igazi Konstantin Nápolyi hangulat meglegyen hozzá, mert mit ér a Konstantin Nápolyi hangulat? De teve nélkül félkarú óriás. Mondhatnánk, Sztambul utcát csináltak, kis boltokat, hatalmas pénzeket költöttek rá olyan vállalkozók, akik már egyébként próbálkoztak, hiszen az Somosi Orfeum volt készítő vállalkozó üzleti produkciója volt ez is. Még azt is megszervezték, hogy jöjjenek hajók át a pesti oldalról, mert ez azért akkoriban még eléggé kiesett, de egy jó csöndes hely volt, nem lehetett a lakókat zavarni, hát tudjuk, a buli negyedeknek ez a problémája. És meddig működött? Sikeres ez volt? Az, nem volt sikeres. Az első évben a szúnyogok üzték el a látogatókat, mert rengeteg szúnyog volt. Második évben pedig egy bonyolult üzleti tranzakcióval túl sok hitelt vettek fel, és nem tudták kifizetni, úgyhogy épp hogy két évig élt ez a kis Konstantin Nápoly lágymányoson, de állítólag Európa egyik legnagyobb mulató negyede volt tevékkel, amiket te már nem láttál, és ma már nyoma sincsenek, de azért tudjuk, hogy vannak utódaik új, nagyon jó helyek is Újbudán. De azért volt, és amíg tartott, biztos izgalmas volt. Igen, szóval Újbuda újság. Tessék olvasni minket. Viszontlátásra.